Áldott és szeretetek vagytok, Krisztus Jézusban itt a Mester egyben, ami a szívunk érnek a törzs helye. Halleluja. Mert minden törzsnek megvan a saját helye, ahol otthon van. Már az Ószövetségben is így volt. Megvolt, ki volt adva az öröksége a törzseknek, és hogyha esetleg a törzsekben volt egy ilyen, hogy valaki elvesztette az örökségét, eladta az örökségét, vagy becserélte, mert már nem volt mit ennie, akkor is jött egy olyan név, amit úgy ismerünk, hogy jubileum. Amen. Amikor mindenki visszakapja az örökségét. És a mai üzenetnek az a címe, hogy mindenem a tiéd. Mindenem a tiéd. Amen. De most nagyon előre rohantam, és az utolsó igevers, amivel zárni fogjuk, de azért elmondom, hogy összefoglalva megragadjon, az pedig az, hogy most pedig Istennek bízlak titeket és a kegyelme igéjének, akinek van hatalma, vagy aminek van hatalma arra, hogy felépítsen és örökséget adjon neked a szentek közösségében. Halleluja! Szóval mindenem a tiéd. Ki tudja, honnan van ez az igevers? Tékozló fiú esete. Így van. Vagy a szerető apa esete? Vagy az otthon levő gyerek, otthon maradt nagy tesó esete? Na, kinek az esete ez? Ugye? Kapásban már három nézőpontja van. Te melyik nézőpontot nézed? Neked melyik szól le inkább a szívedhez? Úgy ismert, igen, mint a tékozló fiú esete, de igazából az a szerető apának az esete. És ez a mondat viszont, hogy mindenem a tiéd, ez meg az otthon marad nagy tesónak az esete. Ez a csattanója. Valamit megjegyzel, ezt jegyezd meg, hogy mindenem a tiéd, ezt mondja neked az Úr, ugye? Azt folytatjuk, ezért kicsit csavartam a címen, hogy minden a tietek. Minden a tietek. Hát ez önmagában egy ilyen polgárpukkasztó kijelentés. Hogy lehet ilyet mondani? Hát nagyon egyszerűen úgy, hogy le van írva a kijelentésben, az Istennek az élő beszédében. De ugye felépítettük, mert eljutottunk arra, amit nagyjából minden keresztény hisz és val, Róma 8:28, hogy minden a javára van annak, aki az Urat szereti. Halleluja! Ez azért egy nagyon jó igevers, mert ez ízig-vérig új szövetségi igazság. Amen, ilyen az Ószövetségben nem volt kihirdetve. Ez ízig-vérig új szövetségi igazság. Hogy minden, aki minden a javára van annak, jó lesz minden annak, aki az Urat szereti. Mert az ő szeretete nem változott egyszer és mindenkorra. Mikor mi még? Bűnben éltünk, nyilvánvalóvá tette. Halleluja. Aztán erre építettünk egy következőt, mert hogyha ezt így egyből belemondom az arcodba, hogy minden a tied, akkor megőrülsz. Akkor nem fogod tudni, vagy jó értelemben, vagy rossz értelemben. Úgyhogy szépen építsük fel. Minden a javára van, aki az Urat szereti, azután jön az, hogy minden értetek van. Minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjon. Hogy a kegyelem sokasodjon, és egyre többen adjanak hálát az Istennek, 2 Korintus 4:15. Ezzel is foglalkoztunk egy egész alkalmon keresztül. És múlt ide jutottunk oda, hogy minden a tietek. De ez már túl sok, hogy igaz legyen. Ez már túl jó, hogy igaz legyen, pedig ez van leírva. Minden a tietek. 1 Korintus 3, 21-23-tól nagyon hosszan felsorolja az embereket, a szolgált ajándékat, a világot, az életet, a halált, a jelenvalót, az eljövendőt. Mindez a tietek. Mindez a miénk. Mi pedig Krisztusé vagyunk. Ez a feltétel. Ha mi Krisztusé vagyunk, akkor minden a miénk. De hozunk ma egy másik igét, amit már mondtam. Lukács 15:31. Ő azonban ezt mondta az idősebbik fiúnak. Fiam, ezt mondja neked az Úr is, ezt megérted, haza is mehetnél. Fiam, szeretett lányom, mindenem a tied. Ezen csűrhetsz, csavarhatsz, kötheted feltételekhez, nem tudom, mit csinálhatsz, de ezt mondja neked a te szerető mennyei apukád. Semmi feltétel, semmi apróbetűs rész, semmi nélkül, azután, hogy panaszkodnál. De ez, de az, de így, de úgy, de a másik, de a harmadik, de velem,
Fiam, te hol éltél eddig? Te hogy gondolkozol rólam? Ez az első. És ebben bennem, hogy te hogy gondolkozol magadról, fiam? Fiam! Egyből ezzel indít egy identitást ad neked az Isten. Szeretett gyermekem. Megszólít. Megadja, hogy ki vagy te igazán. Fiam. És megmondja, hogy mindenem a tied. Mi? Van még kérdés? Minden a tietek. Tehát a kontextusába kell értelmezni, Gyuri, azt a Gyurikám, azt az 1 Korintus 3. Jó, akkor menjünk egy egyszerűbbre. A tékozló fiú helyett, a szerető apa helyett az Isten házában levő nagy tesó nem tudja, hogy mindenem az övé. De még azt se tudja, hogy a fia talán. Már biológiailag igen, meg persze Istentől származunk, meg okoskodunk. Nem, fiam. Drága szeretett gyermekem, így szólít meg téged Isten. Mindig így szólít meg. Mindenem a tied. Halleluja. Ugye múlt héten azzal, ugye ezt a minden a tietek, arról volt szó, hogy vagy az ígéret földjén vagy, vagy a nem ígéret földjén vagy. Ma ugye ezt a gondolatot egy másik vonalon visszük tovább, hogy vagy kiskorú vagy, vagy nagykorú vagy. Ugyanaz az igazság. Ugyanaz az igazság két különböző képen. Azért mondom, nem nagyon kísértés, elmondjam a múlt heti prédikációt, de inkább nézz vissza, mert azt már egyszer elmondtam. Úgyhogy most tovább megyünk. Vagy kiskorú, vagy nagykorú vagy. Mert valahány ígérete van Istennek. Hány darab? Valahány. Az, hány darab az a valahány? 10? Ki mondta a 10-et? Mind? Na igen, ez már jobban hangzik. Valahány, az minden. Ugye hány fekvőtámaszt tud Chuck Norris lenyomni? Mindet. Mindet. Én is így vagyok ezzel. Csak az ígéretekkel. Hány ígérete van Istennek, ami nekem? Igen és ámen. Mind. Te hogy vagy ezzel? Kötött feltételhez? Kapcsolod valamihez? Vagy elkezded végre hinni, hogy Jézus Krisztus által valahány ígérete van az Istennek, azokra ő benne. Ő benne Jézusban. Van a garancia, azokra ő benne van az igen, és ő benne van az ámen is. Amen? Micsoda? Akkor igen mondja, ha ámen már nem mondasz. Igen, igen, Gyuri? Tessék? Igen? Ámen! Igen és ámen. Ezekre, azokra ő benne van az igen, és ezért általa van az ámen is. Az Isten dicsőségére általunk. Na és ne esél tévesen, az általunk nem azt jelenti, hogy neked ebben nagyon aktívan részt kell venned, hanem általunk fog ez kibontakozni. Mi leszünk az a céltábla, ahol ez meg fog nyilvánulni. Amen? Mi leszünk az a vetítővászon, ahol az Isten dicsősége vissza fog verődni a világra. Mert ezt mondja, bármekkora nagy sötétség is borítja a népeket és a nemzeteket. Körbenézünk, elég sötét van. De feletted, ott ragyog az Isten dicsősége. Feletted, rajta tükröződik. Te vered vissza. És ehhez a fényhez, amit te vesz vissza, jönnek a népek és a nemzetek és a tenger kincse. Amen. Amen. Szóval, óriási különbség van, hogy a pusztában vezet az Úr, vagy az ígéret nem ígéret földjén, vagy az ígéret földjén vezet az Úr. Óriási különbség van. Óriási különbség van, hogy kiskorúként vezet téged az Úr, vagy nagykorúként vezet téged az Úr. Óriási különbség van. Tudod ezt? Puszta, nem ígéret földje és az ígéret földje között itt múlt héten elkezdtük, nem fejeztük be. A pusztában hogy vezette a népet? Kézi vezéléssel. Leszállt a felhő, leszállt a felhő. Jöttek, mentek, amíg be nem értek, be se értek, amíg el nem értek az ígéret földjének a határáig, a Jordánhoz. És ott a felhő nem vezetett tovább, de az ígéret azon túl van. Amen? Ráadásul nem volt a legjobb vezetési mód, mert volt olyan, hogy persze ezt annyira felmagasztaljuk, és annyira komolynak gondoljuk, fel is írtam egy jó mondatot,
hogy nem tudunk nagyobb vezetettséget elképzelni, mint amikor kézi vezérel minket a felhő és a tűzoszlop. Nem? Nem ebben nőttünk fel? Nem tudunk nagyobb imát elképzelni, mint a mi atyánkot. Ebben nőttél fel? Akkor most gondold át az egészet, mert hogy ugye a tűz és a felhő oszlop jó vezetés volt, de volt olyan, hogy két naponta indult. Volt olyan, hogy éjszaka is indult. És akkor össze kellett kapni magad. De várj, uram, várj, mert hát éppen most beteg a gyerek, most nem tudom összekapni magam. Most nagyon elfáradtam, mert nem számítottam arra, hogy ma kell indulni. És tegnap sokáig fent voltam. Itt érdekelt? Felszállt, indulás. Szóval nem a legjobb, van egy jobb szövetség. Van egy jobb ígéret. Van egy jobb kezes. Van egy jobb megváltó. Amen. Ezt hallgassátok a múltkorit. Ezért az üzenetért. De tovább vezetjük, hogy ugyanez igaz szellemi szempontból is. Nem csak a jövés-menés szempontjából, és ehhez az igéhez a kulcs az a Galata 3-ban van. Galata 3. Nyugodtan kinyithatjátok a bibliátokat. Ilyenek is vannak. Galata 3, mert nem magamtól állom ki. 22, 29-ig, de lehet, hogy 4 hétig is. Attól függ, milyen lendületben leszek. Az írás azt mondja, amúgy előtte is érdemes elolvasni, de az írás mindenkit bűn alá rekeszt. Hogy az ígéret Jézus Krisztusban mindenkit bűn alá rekeszt, hogy az ígéret Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. Minden ígéret, igen és ámen. De hogy? Jó, érdemek cselekedetek alapján, törvény megtartása alapján, bűn vagy nem bűn alapján? Nem, mindenki bűn alá van rekesztve. Tehát ha bűn alapján menne, senki nem lenne jogosult az ígéretekre. De van egy megoldás, és csak egy megoldás van. Jézus Krisztusba vetett hit alapján adatik azoknak, akik elhiszik. Amen. Mielőtt pedig eljött a hit, melyik hit? A Jézus Krisztus tökéletes megváltásával vetett hit. Abban, hogy Jézus Krisztus által valahány ígérete van az Istennek, az mind igen és ámen. Az a hit, hogy minden a miénk. Az a hit, hogy minden, ami az Istené, az az enyém. Ez a hit. Mielőtt eljött a hit, a törvény őrzött bennünket. Figyelj ezt a szót, hogy őrzött. Nem nevelt, gyerek megőrző és gyerek nevelő. Óriási különbség. Hányan voltatok már, hogy adtátok le a gyereketeket gyerek megőrzőbe, és hányan adjátok gyerek nevelésre, vagy nevelitek a gyereket. Itt a Szívmunkerben a gyerek szolgálat az gyerek nevelés, nem gyerek megőrzés. Halleluja. Amen! És te is, aki az Isten gyermeke vagy, te itt nem egy megőrzőbe, nem egy melegedőbe vagy itt, hanem nevelőbe, hogy változzon a gondolkozás módod, változzon a szíved. Szóval, mielőtt eljött a hit, abba vetett hit, hogy Jézus Krisztus által valahány ígérete van Istennek, az mind igen és ámen, azaz minden az enyém, a törvény őrzött bennünket egybezárva, valameddig, mégpedig az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Bonyolultak ezek a mondatok, de azért megbirkózzunk vele. Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig. Meddig? Krisztusig. Eljött már Krisztus? Csak tisztázzuk. Igen, halleluja. Nevelőnk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. Hogy hit által legyünk rendben Istennel. Nem, azaz, nem a cselekedeteink által. De miután eljött a hit, figyelj, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve, a megőrzőnek, a baby csősznek. Miután eljött a hit, a Krisztus megváltásába vetett hit, többé nem vagyunk a baby csősznek alávetve. Ki a baby csősz? A törvény. Oké.
mert mindannyian Isten fiai vagytok, mindenki, a Krisztus Jézusban való hit által. Mindenki, aki hisz Jézus Krisztusba, az mind Isten szeretett gyermeke. Újjá születünk. És hogyha szeretett gyermekek vagyunk, akkor azt mondja nekünk a mi apukánk, hogy fiam, mindenem a tied. Minden? Barátkozz ezzel a gondolattal. Mert ha még nem is vagy bele vele barát, akkor nem is fogtok együtt járni. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusba való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztus öltöztétek magatokra. Azaz, te belebújtál másnak a bőrébe. És az a valaki, Krisztus, belebújt a te bőrödbe. A úrvacsoránál, aki eszi az én testemet, issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Csak egy példát, ahol ez történetben volt kifejezve, anélkül, hogy mélyen belemennék, Izsáknak két fia volt. Az egyiket úgy hívták, hogy elsőszülött, a másikat úgy, hogy másodszülött, futott még. Elmondom a neveket is. Ézsau és Jákob. Az elsőszülött, az áldás jogos örököse, és a futott még. De mi történik? A bárány, Rebeka úgy hívják, a bárány ad neki egy ötletet, hogy bújjál bele a másiknak a bőrébe. Bújjál bele az első szülőtségi jog örökösének, Ézsaúnak a bőrébe. És ez fél. Ez a futott még ember, a másod kategóriás, azt mondja, de mi van, hogyha kiderül ez a turpisság, és átkot veszek magamra, ehhez, hogy áldás. Azt mondja a bárány Rebeka, ne aggódj, én mindennél kezeskedem. Én minden rajtam áll. Nálam van a legszebb ruhája, én csinálom a pörköltöt hozzá, neked egy dolgod van, neked egy dolgod van. Lépj be a sátorba, szerető apádhoz, és akkor megkérdezi, hogy ki vagy, mondd azt, hogy én vagyok a fiad Ézsau. Én vagyok az első szülőtségi jogos örökös. Hú, rizikós, de tudjuk a történetnek a végét, hogy úgy megáldotta, hogy visszavonhatatlan lett. Mert bement, és kérdezte az apja, ki az? Na, nem látott. Nem látja azt, amit látnia kéne. Az apa. Ami az igazság érzetünk alapján látnia kéne, azt valahogy nem látja ez az apa. Miért nem látja? Csak. Mert itt találta ki. Nem látja. Ki vagy, fiam? Én vagyok a fiad, Ézsau. Ó, tényleg? Gyanús, ez a hang, ez a magaviselet, ez a magatartás, ez a önkép, ez az identitás nem egy áldott ember identitása. Nem az első szülőtségi ember jogos örökösnek az identitása. Gyere közelem, hadd szagoljalak meg. Ezt mondja. Gyere közelem. Én is közelebb jövök a kamerához. Hadd szagoljalak meg. És akkor odaér, beleszagol. Csak más bőrébe bújt ez az ember. Nem a saját bőrébe, hanem a tesójának a legszebb ruhájába, ami megint az anyjánál volt. Az idős, a bátyjának a legszebb ruhájába. És felveszi, és úgy megy be, és az öreg apa beleszagol, azt mondja, mint a mező illata, ez az én fiamnak az illata, szabadság gyermekének az illata. Szabadság. Amen. Ki vagy, fiam? Ézsau. Tényleg. És még tapogatja is, mert szőrös kéne, hogy legyen. Ez befedezett ember kéne, hogy legyen. Az én első szülőtségi áldásomnak a jogos örököse. Hát, és Izsák nem az volt. Akarom mondani, Jákob nem az volt. Sima bőrű volt.
csupasz volt, mesztelen volt, ahogy az Édenből kijött. Annyira mesztelen volt, ahogy te is, meg én is. De egy kecske szőr volt a kezén és a nyakán, és megtapogatja a rossz szemű apa, és azt mondja, áldott vagy, mindenem a tied. Halleluja! Most kicsit parafrazáltam, de ez a lényege. Mindenem a tied. Mindenem a tied. Belebújt másiknak a bőrébe. És visszavonhatatlanul áldott volt. És mikor jött a jogos, hát szóval annyira jó voltam, annyira gyors voltam, lelőttem. Hát ma vagyok a legjobb, hogy megáld. Így jön haza Ézsau a mezőről. Olyan sikeres volt azon a napon a vadászatban, mint még előtte soha. A legjobb formáját hozta. A legjobb teljesítményét adotta, és olyan büszkén jött. Hú, de jó lesz van nekem. És megkérdez a fater, te ki vagy? Te ki vagy? Mi az, hogy én ki vagyok? Ézsau vagyok. Ó, felejtsd már, lemaradtál. Lemaradtál a saját érdemeid alapján az áldásról. Az első szülőtségi jogról. De apám, és sír, és veri magát. Nincs még valami áldásod. És akkor kotorászik, és a zseppiszkot nézzük. Zseppiszok. Na ez még a tied. És azzal áldja meg Ézsaut. Ennyit érdemelt. Az érdemeid alapján akarsz, mindig kevesebbet kapsz, mint amennyi járna. Mikor az Jézus Krisztus érdemei, a bárány, a megváltás, a befedezés, amit a Golgotai kereszten történt, a szabadság illatának a ruhájában érkezel, mikor bátor vagy ahhoz, hogy azt mondod, hogy én vagyok a jogos örökös, akkor mindig többet kapsz, mint amit valaha is érdemeltél volna. Ki dönti el? Ki dönti el? A hited, ahogy hiszel, úgy fogsz dönteni. Ahogy hiszel, úgy fogsz élni. Amit hallasz prédikálni, azt fogod elhinni. És az már reflex lesz. Ezért nem mindegy, mit hallgatsz. Nagyon nem mindegy. A reflexeidet már nem irányítod, hanem azok működnek. Nem is az orvoshoz, beütötted a fejed, nézi a szemedet, kövesse, felütötted a lábadat, puff, megrúgod, ó, minden rendben van. A reflexek működnek. Automatikusan. Na, így van ez a szellemi reflexeiddel is. Attól függ, milyenek. Az áldásra vannak a reflexeid? A kegyelemre vannak? Az új szövetségnek? A befejezett megragadására vannak? Azok működnek automatikusan. Mikor felkelsz? Azért kell a sportolóknak sokat edzeni. Mondjuk, én kosaraztam. Állsz és dobálod, nem tudom hány ezerszer, ugyanarra a pontról, ugyanazt a mozdulatot, pedig már a harmadik is bement. De a 300., a 3000., a 30000. is. Miért? Mert nem elég volt csak tudnom, hanem a reflexémé kellett, hogy váljon az az adott mozdulat sor. És mindegy, hogy eltelt 10-20 év és nem, lemegyek, és látszik, hogy én kosaraztam. Nem a magasságom alapján, hanem ahogy hozzáérek az a labdához, ahogy elengedem. Még akkor sem, ha nem megy be, mert ugye kicsit kalibrálni kéne a reflexeket, de a mozdulatsor az annyira világosan látszik, mert a és nem gondolkozok rajta. A reflexeddé kell, hogy váljon, hogy te vagy az áldott, szeretett fiú. Az örökös. Reflexedni, na ezért kell, ezért nem gyümölcsözik egyből, hogy így mondjam. Mert nem elég tudni, hanem a reflexedni kell, hogy váljon az új szövetségnek a kijelentése. A kegyelem evangéliumának a működése. És lehet, hogy vannak területek, ahol évek, évtizedek kellenek, de hogyha te ezt gyakorlod, a reflexedé teszed, működni fog. Halleluja. Szóval, onnan kanyarodtunk el, jó kis kanyar volt, nem vitatom el, de menjünk tovább. Hogy, mert mindnyáján Isten fiai vagytok, aki Krisztus Jézus való hit, a Krisztus Jézusban való hit által, Galata 3:27, aki Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztus öltöttétek magatokra.
a bőrébe bújtál, és ő a tiédbe bújt. Innen kanyarodtunk el. A példa volt az Ézsau örökségét Jákob nem csalással, nem ámítással, hanem cserével. Helycsere, ez a megváltásnak egy hétköznapi szava. A helycserével ragadta és szerezte meg. Helyet cserélt a tesójával, helyet cserélt a saját ruhájának a ruhájával, aki otthon ült, egy bezárkózós típus volt. Megint valakinek hallania kell. Egy bezárkózós típus volt. Ő nem ismerte a szabadság illatát, amíg ruhát nem cserélt. Utána megismerte. Egyből elindult hosszú útra a lábához, menekült éjjel-nappal, ez egy másik prédikáció, de előtte ő bezárkózva volt. A ruháját is becserélte, a saját kis dohos, bezárkózós mentalitását a szabadság végtelen illatára. A saját csupasz mesztelenségét beváltotta az áldozati állatnak a szőrére, a bőrére. Egy dolgot nem tudsz, hogy milyen hangot adsz ki. De nem az számít, hanem hogy mit mondasz. Mit mondasz magadról, mert mindenki a hite és a beszéde szerint fog. Vagy életet, vagy halált. Vagy áldást, vagy átkot venni. Amen. Szóval mi belebújtunk, akik Krisztusba keresztelkedtünk, mindnyájan belebújtunk. Krisztusban tehát, ez egy másik hosszú prédikáció lenne, Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög. Magyar van? Magyar biztos kell, hogy legyen. Nemzeti van? Nemzeti biztos kell, hogy legyen már. Rossz hírem van egyeseknek. Krisztusban, tehát, ez a végkövetkeztetés. Nem véletlenül van ott a szó, a tehát, mindig. Úgy olvasok a Bibliát, hogy a lényeget tudjuk. Egyszer olvasod, nem vagy teljesen zokni. Agyilag, agyából megjegyezted a fő sztorit, a fő gondolatmenetet. Még a hagyományokat is, neki minden. De ez ebbe a kis kult szavakba dől el egy csomó minden. Krisztusban tehát, végkövetkeztetés alá húzva háromszor, nincs zsidó, sem görög. Nem számít. Lényegtelen. Amen. Nincs szolga, sem szabad. Nincs férfi, sem nő. Az óriási evangélium. És nem a feminizmusról szól, a igazi kereszténységről szól. Mert ti gazdag, szegény, szolga, szabad, férfi, nő, görög, zsidó, magyar és nagyobb etnikai különbség és kulturális különbség, mint a görög és a zsidó között nem nagyon volt. Mert ti ezek mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Na de most nem erről beszélünk, hanem megyünk tovább. Ha ez így van, ahogy eddig elmondtam, megint a kis szavak, ha pedig Krisztuséi vagytok, minden a tietek, mert ti kié vagytok? Mondta az ige. Krisztusé. Ha Krisztuséi vagy, akkor minden a tied. Ha ez a feltétel, ha elhiszed, hogy minden a tied, akkor te már valahogy Krisztusban vagy. Ha amikor te Krisztusban vagy, hidd már el, hogy minden a tied. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és az ígéret szerint örökösök. Fiam, mindenem a tiéd. Ez jelenti az örökös. Így áldotta meg haldokló Izsák az Ézsaúnak hit Jákobot. És visszavonhatatlanul áldott lett. Amen. Szerinted kevesebbről szól az újszövetségi megváltás? Szerinted? Akkor miért úgy viselkedsz? Miért úgy beszélsz? Miért úgy gondolkozol? Miért ezzel bátorítod és buzdítod, idézőjelben rakom, a testvéreket, és a világiakat, és a nem tudom kiket? És magadat. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor minden a tietek, akkor Ábrahám utódai vagytok, és az ígéret szerint örökösök.
Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától. Nem azt mondja, hogy semmi nem az övé. Nem azt mondja, hogy idegen, hanem azt mondja, hogy egy másik státusza van, a szolga. Más identitása, ha nem is az ő identitása, más, hogy viszonyulnak hozzá. Hogy? Szolgához, mint a szolga. És elmondja, hogy miért. Semmiben sem különbözik a szolgától. Jó lehet, ez nagyon szép szó, jó lehetne. Jó lehet. Jó lehet ura mindennek. Fiam, de hol éltél eddig? Nem, még egy kecskegidát csak kaptam. Kecskegida? Csak hogy jelzem, a Ézsau kecskeszőr, gidaszőrt rakott a kezére. Még egy kecskegidát csak kaptam, hogy befedezzem az elfedezetlenségemet. Ja nem, nem azért kellett volna a kecskegidát, hanem hogy a barátaimmal nélküled, fater, bulizzak. Erre kellett volna. De még azt se kaptam. És az apja. Fiam. Kezdjük az alapoknál. Te, az enyém. Fiam. Belőlem, tőlem. Ami én vagyok, te az vagy csak. Minden, ami az enyém, genetikailag, azt már átadtam. Az már benned van. Minden, amit én felhalmoztam, az a tiéd lesz. Fiam, mindenem a tiéd. Na, szóval ura mindennek, de mégsem élhet vele, hanem gyámok, és gondozók fennhatósága alatt áll az apa által megszabott ideig. Mindenféle szabály, segítség, főnök, okoskodás. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei, a világnak a történései, a gazdasági folyamatok, a politikai machinációk, az embereknek a jó vagy rossz szándéka, ezek a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De, újabb kis kötőszó, de az megfordítja az egészet. De, amikor eljött, nem el fog jönni, amikor eljött az idő teljesége, Isten elküldte a fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Egy teljes váltás történik. Mivel pedig fiak vagytok? Nem kérdés. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte a fiának a szellemét, ami szívünkbe. Aki ezt kiáltja, abba, apu. Úgyhogy már nem vagy szolga. És ha nem vagy szolga, akkor nem vagy kiskorú. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú vagy. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából. Isten akarata, ezt akarja Isten. Isten akaratából örökös is. Jó kis rész, ugye? Pár sor, pár vers. Szolgának megmondják, mit csináljon. A kiskorúnak megmondják, mit csináljon. Ráadásul olyanok mondják meg, akik nem fogják örökölni. A gyám és a gondozó az nem fog örökölni.
De a fiak, a nagykorú fiak szabadok. Amen? Mert akit a fiú megszabadít, azt tud csak megszabadítani, aki ő maga is szabad. Akit a fiú megszabadít, mert ő szabad, azok valóságosan szabadok. Mitől? A világ elemeitől. Világ elemeit, a világi dolgoktól, a világnak a működési módjától és rendjétől. Megint óriási nagy szavak, de ezt mondja az ige. És örökösök. Na, tudod mi a kiskorúság? Hitben. Hajrá! Ha se tudod mi az, akkor biztos az vagy. Mi akkor kiskorúság hitben? Mikor vagy te kiskorú a Jézus Krisztusba vetett hitben? Abban, hogy minden a tietek hitben. Abban, hogy mindenem a tied hitben. Mikor vagy te kiskorú? Mikor vagy te a pusztai, nem ígéret földjén, és ott vándorolsz, és a vezetés így meg úgy történik is. Mikor vagy? Az ígéret földjén, azaz nagykorú. Szabad fiú, örökös. Mondjatok, legalább valamit mondjatok. Ha nem? Ha nem ér az öröksége, ez egy nagyon szép gumi válasz volt. Ez a következménye. Amikor folyamatosan keverni akarod az Ószövetséget, az Új Szövetséggel, az a kiskorú mentalitás. A törvény nevelőnk volt. A szabályok nevelőnk volt Krisztusig. De amikor ő eljött, megjött, elmúlt. Ha te még mindig kevered a Krisztust az Ószövetséggel, a törvénnyel, a szabályokkal, a nem tudom mivel, iránymutatásokkal, akkor kiskorú vagy. Megvan? Mert nem hiszed el, hogy minden a tiéd. És ezt mindjárt látni fogjuk, hogy a vezetés szintjén is hogy működik. Tudod, mi a kiskorúság hitben? Amikor a szolgaság és az érdemek szerinti jutalmazásban gondolkodsz. Mikor szolgaságban vagy, mikor a szolgálat mindennél többet, én nagyon fontos az Úrnak való szolgálat. De nem mint szolga, hanem mint örökös. A sajátomon dolgozom. A sajátom, a saját örökségemet munkálom. Ádám és Éva nem szolgának volt berakva az Éden kertjébe. Rájuk volt bízva, hogy műveljék és őrizzék és gondozzák? Szolgaként? Örökösként? A tietek? Nekik az, ha nem csinálod, akkor nem lesz. Vagy lesz, mert amúgy a gyümölcsfák maguktól teremtek. Itt az volt a kérdés, hogy nagyon terem, vagy nem annyira nagyon terem. Itt az volt a kérdés, hogy ilyen formában fog teremni, vagy ilyen szögletes csillagra fogja nyírni, és úgy fogja teremni. A saját ízlésére és világára fogva, formálva fogja teremni a gyümölcsöt. Ennyi volt a kérdés az Éden kertben. Mert nem volt rossz. Nem volt kérdés, hogy teremni fog-e minden fa magjának megfelelően. Nem ez volt a kérdés? Megvan? Szóval, amikor a szolgaság, szolgai mentalitás és az érdemek szerinti juttatásokban gondolkozol, kiskorú vagy. Mert a nagykorúság a Krisztusban az, hogy minden az enyém, minden szempontból minden a javamra van, innen indultunk. Minden értem van, és a madarak nem vetnek, nem aratnak, a ti mennyei atyátok, apukátok mégis gondjukat viseli, eltartja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál? Amik ma vannak, holnap nincsenek. És a mező füvénél. Tudom, mi a kiskorúság hitben? Mikor az Isten vezetésében egy ilyen kézi vezérlés mentalitásod van. Az Úr csak őrizzen meg.
Nehogy véletlenül. Ide húzunk egy kerítést, ide húzunk egy kerítést, ide húzunk egy kerítést, ide húzunk egy kerítést, jó felfalazzuk, és tetőt is rakunk rá, és mi vagyunk a keresztény megmesterek. És akkor ott állsz a sátorba, a szabadság illatát nem láttad, nem hallottad, nem érzed? De még egy ablak sincs rajta. Mikor a vezetés ilyen, hát bocsánat, de ez a sztori. Felhő is a tűzoszlop vezet. A leg, nem tudunk nagyobb vezetettséget elképzelni, mint amikor az Isten kézi vezérel mennünket. Nem? Mindig jön a prófétai szó. Ú, parizelt vagy felvágott? Szól az Úr. Olasz vagy parizelt? Várjon. Mit parancsol? Várj. Szól az Úr. 15 vagy 20 deka. Ezt még nem mondtam meg. 15 vagy 20 deka. Hát 22 lett, maradhat. Várjon. Szól az Úr. Szól az Úr? Szól! Halleluja. Amen. Ha nagyon akarod, abban is szól, hogy parizel vagy olasz. De lehet, hogy éjszaka közepén fogja felmondani. Most felállunk, és most megyünk parizelt venni. 22 dekát. De aztán lehet, hogy 3 hónapig nem szól, és otthon ülsz, és nézed a hűtőt. És nem szólt. És 3 hónapig nem mozdult. Ezt nagyon elvicceltem. De mi van a munkával? Mi van a párral? Mi van a gyógyulásokkal? Mi van az áttörésekkel? Mi van a szolgálattal? Mi van az elhívással? Ugyanezt a receptet követjük? Vagy a nem ígéret földjén, a szolgaságban, a pusztában, vagy az ígéret földjén? Az örökségben. Örökösökként, nagykorúakként. Mert teljesen másképp vezet a nem ígéret földjén, azaz a pusztában, mint az ígéret földjén. Teljesen másképp vezet a kiskorúságban, mint a nagykorúságban. Hányan vagytok itt nagykorúak, akinek még élnek a szülei? És vezet-e a szülőd? 7 percenként hívogat, és meg mondja, mit csinál, vegye lányom parizeltet, ne olaszt egyéb parizeltet, mert most csirkefarhátat vegyem, most olvastam a Blikbe, hogy az ment fel, most ezt kell venni. Tankoljál be a benzinből is, mert az is, mert folyamatosan? Vagy megáldott, megtanított, elengedett, és hogyha kérdezed, elmondja a tanácsát, a véleményét, de ad egy mozgásteret. Miért gondolod, hogy az Isten nem ad neked egy mozgásteret? Miért kényszerpályákban, kényszerpályák, ezzel jövő héten fogunk foglalkozni. Az Úristen szelleme kényszerpályára állított engem, hogy Jeruzsálembe menjek, ahol szenvednem kell. Ez volt a tézzel jövő hétre. Kényszerpálya. Kényszerpályára. Vagy választási lehetőségek. Kényszerpálya az a szolgaságnak, a pusztának, a kiskorúságnak a vezetési módja. A szabadság, az ígéretek, a minden az enyém, az a fiúságnak, az örökösségnek, az új szövetségnek, az ígéret földjének, a nyugalom földjének, ahol a velejárója. Az Édenben nem azt mondta, hogy 2 jobbra, ott elfordulsz balra, akkor szedheted le a barackot, mert most érik. Aztán vissza ugyanerre a pályára a következő. Ezt ne érintsd, mert ez van a közepén, hanem mindig csak háttal neki. Nem mondod semmi ilyesmit. Megteremtette, megalkotta, teleültette. Egy dolgot mondott, a jó és rossz tudásnak a fájra, ami majdnem a közepén van, mert nem az van a közepén, ezt is múlt héten vettük, hallgass vissza. Ne érintsd, mert meghalsz. Minden másról volt egy kulcsszavunk. Szabadon. Minden másról szabadon ehetsz.
Szabadon! Panizer vagy olasz? Szabadon! Amelyiket szeretnéd, hát válasszál már. Hát nem teljesen mindegy nekem. Mondhatnám Kréta vagy Magyarország vagy Németország? Szabadon! Nem teljesen mindegy. Pizzéria vagy, kifőzde vagy házhoz szállítás? Szabadon! Szabadon! Mese bizonysága. Tök jó volt a munkahely. Én váltok. Az úr volt ebben itt. Szabadon. Amen. Kert minden fájáról szabadon ehetsz. Vannak viszonyítási pontok. Az Isten beszéde. Figyelj, amit mondok. Erről a fáról ne egyél. Nem lesz jó. Nagyon okos leszel, de nagyon rossz lesz neked azzal. Mert tudni fogod, mi a jó és mi a rossz tapasztalatból. És lehet, de mesztelen leszel. De ha ezt a tudást, amit a törvény tud neked adni, a jó és rossz ismeretének a tudását teszed a magadévá, akkor a kert összes többi fájáról, amiről szabadon ehetsz, mindegyiket elveszted. Mindegyiket elveszted. Egyikhez se fogsz oda tudni menni szabadon, hogy egyél, szabadon, hogy műveljed, szabadon, hogy ilyen csillagformájúra nyessed és nyírjad. És élvezed. Az kert az életednek minden más területétől elesel. Ott egy kicsi, erről ne. A jó és rossz tudás tapasztalati bölcsességnek a fája. Ne. Az összes többiről ehetsz. Az összes többiről szabadon ehetsz. De azon a napon, mikor megérintette, az összes többitől is elesett. Elesett. Ki lett zárva? Hát nem örökös. Nem szabad. Nem jó illatú. Amen? Szól az Úr? Szólt. Minden napja. Arról biztos ne. És a többiről szólt? Szólt a többi fáról? Nem. Szabadon ehetsz. Azon gondolkoztam, és beszélgettem Natival, hogy csak egy kicsit kézi vezérelje már az Úr. Akkora nagy a szabadságunk, hogy csak egy kicsit. Túl sok már a szabadság. Túl terhes ez a nagy szabadság. Hát eljut az ember erre a pontra, amikor tudja, hogy az kert összes fájára lehetünk. Bárhova költözhetünk, bárhány gyereket vállalhatunk, bármit dolgozhatunk. Na, de mégis melyiket? Ismerős ez az érzés, hogy erről még ne beszéljek. Már 3 év múlva, amikor a mai üzenet, meg a múlt heti, meg a múlt heti átmegy, és már ez lesz a gondod, hogy túl nagy a szabadság. Úgy szeretnék egy kicsit kiskorú lenni. Úgy szeretnék egy kicsit most csak úgy kézi vezéljen az Úr. Aztán vagy tetszik, vagy nem tetszik. De van ilyen. Hát de nem erre gondoltam, Uram. Jó, nem erre gondoltál? Azt hittem, hogy magas lesz és szőke. Aztán alacsony és barna. És sovány, és közben meg olyan sportos amulett. És azt hittem, hogy fehér, aztán kiderült, hogy fekete. Biztos, Uram, biztos. Szóval, hogy vezet az Úr az Édenben? Mondd egy-két sarokpontot. Isten szólt. Ez a sarokpont. Ezt tudjad, de ne foglalkozz vele túl sokat, hanem minden másra foglalkozzál. Kinek az örökösei vagyunk, hogyha hiszünk Jézus Krisztusban? Mit olvastunk a 3-ban? Ábrahám. Jók vagyunk.
Szól az Úr Ábrahámnak. Egy Mózes 12.1. Az Úr ezt mondta Abrámnak, akkor még nem is Abrám, ő is más bőrébe bújt. Az atya Abrám. Ábrahám lett. Később kapott egy hát. És Szárá is Szárah lett. És kapott egy másik hát. JHVH-tól. A há, a hesed, az Isten kegyelme. Nagy főnök mondta, én atya vagyok. Abrám. Azt mondta, hogy jó, legyél, csak ezért nem lesz annyira boldog. Legyél te inkább a kegyelem apja. Legyél te inkább úrnő, az Isten kegyelmének az úrnője. Ábrahám, Szára, hogy lett az ember élő léleké? Az Úr nem azt mondta, hogy Sin, vagy Alef, vagy Taf, nem azt mondta, hogy bele az orrába. Így lett az ember élő léleké. Jézus megáll a felházban. 4000 évre rá. Be vannak zárkózva. Ablakok is. Voltak ablakok, de azokat is bezárták. És félelem volt. És rettegés. Kis Tókióban, nem. A jeruzsálemi felházban. Be voltak zárva. És megáll Jézus, és azt mondja, békesség. Mit izgultok? Azok. Vegyetek Szent Szellemet, és rájuk fújt. János 20, nem véletlenül van ott, rájuk fújt. Kegyelem kell az élethez. Csak minden értetek van, hogy a Isten lehelete, kegyelme, belülről kifelé sokasodjon. És egyre többen fognak hálát adni az Istennek ennek a következményeként. Azt hiszed vicces? De mikor az ember ezt csinálja utoljára, hogy nincs több. És nincs több. Nem olyan sokan nevetnek. Ez nem véletlen. Nem véletlen ez. Akkor nevetsz az utolsó há után, mikor még nagyobb. Mert átmentél, lehúztad a kesztyűt, és az örök életben vagy. De azért, mert már itt megragadtad. Amen. Ezt mondta az Úr Abrámnak. Nem Ábrahámnak, hanem Abrámnak. Menj el a földedről. Tehát ez az én földem. Az apai örökségem. Magas civilizáció és kultúra van Ur-Kasdínban. Társasjátékok, asztalok, talán még vízvezeték is. Olyan boros kancsok, hogy ilyen megmunkált szobor. Ez az enyém. Menj el a földedről, rokonságod közül és atyád házából, arra a földre, amelyet mutatok neked. Melyik föld az? A nem ígéret, vagy az ígéret? Ígéret földje. Nagy népé teszlek. Egyből kezdi az ígéreteket. Tudod, melyik az ígéret, amikor az Úr ígér. A te életednek melyik területe az, mikor az Úr ígér neked dolgokat? Az az ígéret földje. És ő mindig jókat ígér. Ő nem rosszakat ígér, ő mindig a szívedhez szól, ő mindig bátorít.
Nagy néppé teszlek. Ó, tényleg? Jó hangzik. És megáldalak. Nagyjá teszem a neved. Ja, nem ezt mondja a Biblia. Na, olvasok akkor, hogy is van. Kicsivé teszlek, átkozottá, a neved is semmire való lesz, és átok leszel mindenkinek. Megátkozom veled a szomszédaidat, a munkatársaid és a lakótársaidat. És megátkozom azokat, akik még szeretkednének téged, őket is. Rossz fordítást olvasok? Akkor te miért ezt olvasod néha? Halleluja, hogy te nem. De vannak, akik igen. Nem, azt mondja, nagy néppé teszlek. Nem kicsivé? Nagyjá! Megáldalak, nem megátkozlak. Nagyjá teszem a nevedet, és áldás leszel. Megátkozom a téged gyalázókat, de megáldom a téged áldókat. Teljes védelem. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége, a rokonod, a családtagod, a munkatársad, a szomszédod. És ez még csak a hatodik áldás a 12-ből, amit Ábrahámnak így külön le tudtunk venni. Le tudtunk tölteni a felhőből. Ez még csak a fele, de ez önmagában is elég lenne. Ábrám elment, ahogy azt az Úr mondta neki. És Lót is vele ment, na ez majd 2 hét múlva lesz. Ki ez a Lót, és mi a túrót keres itt velünk? Lót is velünk. Hívta őt valaki? Hálás volt azért, mert jött. Jöhetett. Mindegy. Lót majd 2 hét múlva. Vagy 3, akkor táborban leszünk. Ábrám elment, ahogy az Úr azt mondta neki, és Lót is vele ment. Ábrám 75 éves volt, szóval semmi nem késő még a váltáshoz. Teljesen jó időben vagy, szüléshez is. Teljesen jó időben vagy. Halleluja! Szellemi szüléshez is teljesen jó időben vagy. 75 éves volt, amikor kijött Háránból. Előtte már Ur-Kazdimból. És hova megy ez az ember? Szól az Úr! Leszállt a felhő, leszállt a füst, leszállt, felszállt. Volt ilyen? Itt? Dehogy volt itt. Itt csak fölfelé szállt a füst. Jelzem előre. Itt? Az új szövetségben a füst, van füst. Nagy füst van. Pfú, akkora nagy. És tűz oszlop is. De azok mindig csak fölfelé szállnak. Mert jött, ment, el is érkezett Kánaán földjén, akkor még a neve se volt az. De az Úr már mondta, hogy az lesz az. Az ígéret, az örökség. Ja, nem úgy hívják. Nem baj. Ő azt se tudja. Nem baj. De a másik is azt mondta, hogy az nem az. Nem baj. Elment oda. És elérkezett Kánaán földjére. Majd átvonult Ábrám az országon egészen a sikemi szentélyig, na ez nem keresztény templom volt itt, jelezném alázattal, de még zsidó zsinagóga sem. Pogány, báványimádó, okkult szentély. Móri tölgyeséig, akkor még kánaaniták voltak ezen a földön. Az Úr megjelent Ábrámnak, és ezt mondta, a te utódodnak fogom adni ezt a földet. Örökségről beszél. Ő pedig oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki. Mit csinált? Oltárt épített. És honnan megy a füst? Fölfelé. Halleluja. Még nem vagyunk ott, vagy még csak átutazóként, vagy még csak megnéztük, de... Halleluja! Ez a miénk. Minden a miénk. Az örökség a miénk. Nem csak a miénk, hanem az utódoké is. Mert örökség. Halleluja! Megy fölfelé a füst. Megy fölfelé a füst. Az oltár. Kövek, rajta fa, rajta áldozat. Ami az előképe, a zseb Golgota. Koponya, hegye, rajta a fa, rajta az Isten báránya. Onnan száll, azon keresztül száll fel mindig a hála. Halleluja, hogy Golgotai kereszten elvégeztetett. Fizetve.
rendben van. Mit csinált? Oltárt épített. És ment fölfelé a füst az oltárról. Segítségül hívta az Úr nevét. Azután útnak indult Abrám, szólt neki az Úr. Álljon már meg. Nem szár le a füst, se a tűz. Szólt neki az Úr, akkor legalább szóljon már neki. Indulj tovább. Szólt? Nem szólt? Hát hogy képzeli ezt? Ez meg miért indul el? Ő hogy képzeli ezt? Miért indul el? Nem szólt az Úr. Mit? Elolvasom még egyszer. Majd átvonult Abrám az országon egészen a Sikemi szentélyig, Móré tölgyeséig. Akkor még igen, az Úr megjelent Abrámnak, és ezt mondta, a te utódodnak fogom adni ezt a földet. Ezt a földet, ahol állsz. Menj tovább. Nincs benne. Ő pedig oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki. És mit mondott? Még emelte a tétet. Nem csak a tiéd, hanem a te utódodnak is. Onnan tovább vonult Bételtől keletre eső hegyvidékre, és felütötte a sátrát. Bétel esett nyugatra, Aj pedig keletre. Oltárt épített ott is az Úrnak, és segítségül hívta az Úr nevét. Azután útnak indult Abrám, és tovább ment a délvidékre. Egyetlen egyszer sem szól neki az Úr. Hova menjen? Megmondta, hogy ez itt, drágám, az örökség. Ne maradj otthon! Ezt mondta. Neked is mondja, ki nézed. Ne maradj otthon! De hogy onnan, hova jössz, hova mész, nem mondott semmit. Ahogy nem mondta az édenkertben, hogy erről fáról, arra fáról, erre fáról, ekkor is, akkor is, ekkor is, akkor egyél. Semmit nem mondott. Itt sem mondott. Egy dolog történik, minden egyes megáll, amikor megállsz, fölfelé száll a füst. Mint a pápa választás, de ez jobb választás. Mindig fölfelé száll a füst, mikor megállt. Oltárt épített. A Golgotának az előképe behozta. És ó, hát mert akkor a szentségben és kenetben járt ez az Abrám, aki még kegyelmet is csak távolról hallott, csak az ígérete volt meg a kegyelemnek, mert a hát akkor fogja megkapni, és a szárák és a kegyelmét, amikor már a fogantatásnál van az idő. Mert a kegyelem az mindig cselekszik. 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 Amen. De az ígéretben már ott volt. Nagy néppé teszlek. Mert Ábrahám azt jelenti, hogy sokasodásnak az atya. Sokasodásnak az apja. Kegyelemből való sokasodásnak. Az ígéretek fia a Izsák. A nevetés. Amen. Szóval nem annyira a szuperhős volt ez az Ábrahám, de egyszer éhínség támadt azon a földön. Éhínség. Van ezen a földön? Mit csináljunk? Hova menjünk? Ó, szállj le felhő, szállj le tűz, menjünk tovább. Egy kis kézi vezérlés jó volna. Most szóljon az Úr, mit csináljak. Részvény vagy kötvény? Mondjak fel, vagy maradjak? Ismerősek ezek a gondolatok? Amíg még úgy nem volt szárosság, úgy langyos vízből elücsörögtünk. Ki tudja, milyen volt langyos, de langyos volt legalább. Úgy elücsörögtünk benne. Na most már valamit lépni kéne. Lépjél! De hát az Úr! Kérdezzük meg az Urat. Rakjuk ki a gyapjút. Ne a gyapjút rak ki, a delfinbőt rak ki. Ne a felhőt akar lehozni, hanem a hála áldozatot hozd fel. Ott, ahol vagy. Ott, ahol állsz. Abban, amit csinálsz. Szóval egyszer éhínség támadt azon a földön, gondba volt ez az ember. Ekkor lement Abrám Egyiptomba, hogy ott tartózkodjon, mert súlyos éhínség volt azon a földön. Szólt neki az Úr? Lehet, hogy szólt, nem vitatom el. De nem vette a fáradtságot, hogy nekem elmondja ezt. Szerintem okkal. Szerintem okkal. Hát tudod, mit mondott? Azt mondta neki, csak más szóval, hogy fiam. Itt minden a tiéd.
azt mondta, hogy nagy népé teszlek, sok nép atyává teszlek. Megáldalak, nagyjá teszem a neved, áldás leszel, megáldom a téged áldókat, és mikor lemész Egyiptomba és hazudni fogsz a feleséged felől, akkor is megáldalak, és rajtad keresztül még ők is áldást vesznek. Ezt mondta, egy identitást adott neki az új szövetségben, a felnőtt korúságban, nem a kézi vezérés által vezet az Úr, hanem az első és legfontosabb az identitásod által. Hogy tudod, hogy szeretett fiú vagy, és örökös, és tied minden. A legelső, a legfontosabb. Figyelj, én bárhova lépek, áldott leszek. Lehet, hogy nem ma, de holnap biztos. De ha nem holnap, akkor holnap után. Mert áldott vagyok. Ha kivegyek, ha bejövök. Ha felállok, ha leülök. Enyém az áldás Jézusban. Olyan szép ez az ének, ugye? Megragadta a lényeget. Ez a része. Halleluja! És lement Ábrahám Egyiptomba, hogy ott tartózkodjon, mert súlyos éhínség volt. Amikor már közel járt Egyiptomhoz, ezt mondta a feleségének, Szárájnak. Nézd csak! Szeret, drágám, nem beszélünk el. Házas emberek ezt a párbeszédet itt kicsit más fényben is látják. Drágám, hoztam neked egy csokor virágot. Ülj le, menjünk el a legjobb étterembe, amit a beduinoknál van. Friss kecskesajt. Szamásajt van. Friss szamásajt. Beszélnünk kell. Tudod, hogy te vagy a legszebb nő a világon. Tiszta szívemből szeretlek. Még így is, hogy na, nem vagy termő, de én akkor is szeretlek. Minden rendben van veled. De ha meglátnak az egyiptomiak, azt mondják majd, ez a felesége, és engem megölnek. De se szeretnéd ezt. Fia, tudni... Bármennyire én csak jobb vagyok én neked, mint egy egyiptomi, nem? Meglátnak az egyiptomi, azt mondják, ez a felesége, és engem megölnek, téged pedig életben hagynak. Én jobban szeretem, mint egy egyiptomi mellett kelljen szenvedned. Hazudjuk azt. Na jó, csak fél hazugság, mert félig, féltestvéri viszonyban vagyunk. Mondjuk azt, hogy a húgom vagy. Hogy jó sorom legyen, de önző ez az ember. Hogy jó sorom legyen a te réveden, és életben maradjak általad. Várj, Galatában mit olvastunk? Aki hisz Jézusban, és hogy kilépett a törvény gyámsága alól, az kinek az örököse? Á, biztos. Egy ilyen embernek az örökös akarsz lenni? Se törvény, se szabály, se semmi. Csak szabadság, aztán jövünk, megyünk. De ezt mondja, mondjuk azt, és a te réveden életben maradok. Jó sorom legyen. Bocsánat, ezt nem maradt. Jó sorom legyen a te réveden. Mit beszél ez az ember? Ő nem tudja, mit beszél. De olvassuk tovább. Így is történt, amikor Ábrahám Egyiptomba érkezett, az egyiptomiak látták, hogy nagyon szép az asszony. Tehát igaza volt. Igaza volt. És azért volt annyira szép az asszony, mert áldott, hogy ez egy nagyon szép asszony. Biztos vagyok benne. A fáraó főember is meglátták őt. Dicsérték a fáraónak, és elvitték az asszonyt a fáraó háremébe. Ábrahámnak pedig jó sorra lett az asszony révén. Azt kapod, amit hiszel, és amit mondasz. Szólt neki az Úr, hogy jöjjön, menjen. Megmondta, hogy kicsoda ő, az áldásnak a hordozója. Ez ember azt mondja, hogy jó sora lesz. És? Talált ki, mi történt? Jó sora lett. De hát, azért ez nem... Az igazság érzetemet bántsa. Ilyendet, nem? Hogy lehet ez?
Nem szólt neki az Úr, azért nem kéne. Nem ez lett. Minden, értetek, van, hogy a kegyelem sokasodjon, és egyre többen adjanak hálát az Istennek. Minden a javára van annak, aki az Urat szereti, mert minden a tietek. Akkor bűnözünk, hogy sokasodjon a kegyelem. Szó sincs róla, mi akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? De nincs kézi vezérlés. És ez történik, jó sora lett. Lettek neki juhai, marhái. Eddig nincs arról szó, hogy milyen gazdag volt az az ember, de innentől kezdve nagyon világos azt mondja, juhai, marhái, szamarai, szolgálói, szolgálányai, nőstény szamarai, mert az egy külön kategória a szamarakon túl, és tevé is lettek. Száráj, Abrám felesége miatt. Közben ott voltak nehézségek Fáraó házába hirtelen. Nem Ábrahámot verte meg az Isten. Nem Ábrahámot verte meg az Isten. Senkit nem verte meg amúgy az Isten. De aki szenvedett, az az egyiptomi fáraónak a háza volt. Nem Ábrahámnak, Ábrahámnak a háza, nem is Ábrahám. Nem Ábrahámnak a háza. És aztán kiderült a turpiság, és azt mondta, embereket is rendért mellé a fáraó, és azok kivezették őt, felesége is minden éve, mert szól nekik az Úr, hogy küldjék őt el. Ezt mondja? Tényleg jó Bibliát olvasok? Pedig itt óriási dolgok történnek ám, az egész zsidóságnak a sorsa forog a kockán, hogy így mondjam. Nem szól az Úr. Nem dirigál bele. De a fáraó embereket is rendelt mellé, és azok kivezették őt a felesége és mindenével. Áp 13.1. Abrám feljött Egyiptomból. Szólt neki az Úr? Bátor vagy kimondani, hogy nem? Vagy nincs leírva. Ezt még bátran, nincs leírva. Nincs leírva. Ábrahám feljött feleségével Egyiptomból, és mindenével együtt, amilyen volt. Most már mindene is van. Mennyi mindenével jött el? Mindenével! Minden az övé volt. Lót is vele jött. Na, az övé semmi nem volt. A délvidékre. Ábrahámnak igen tekintélyes vagyona volt. Jószága, ezüste, aranya. A délvidékről továbbvalót előző szállásai mentén egészen Bételig, addig a helyig, ahol korábban is sátorozott Bétel és Aj között, annak az oltárnak a helyéig, amelyet ott először készített, ott is segítségül hívta az Úr nevét, azaz fölfelé szállt a füst. Hála, 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 hogy eddig megsegített minket az Úr. De egyszer sem mondta, és így olvashatnánk végtelenségig. Egyszer sem mondta az Úr ilyentől kezdve, hogy hova menjen. Pedig úgy ismerjük, mint nomád, vándorló volt Ábrahám. Innen jött, oda megy. Onnan jön, ide megy, de minden egyes megállónál fölfelé megy a füst. És minden egyes megállónál tudja, hogy ő Ábrahám ígérete. Ábrahámi ígéretnek, az lett neki ígérve, hogy ő sokasodásnak lesz az atya. Semmi. Semmi gyümölcs. De mégis megvan ez az identitása. És szabadon ehet a kert összes fájáról, mondhatnám. Szabadon ehet a Kánán földjének az összes fájáról, ahova csak elsétálgat. Ugye? Halló? Miről beszélünk most? Minden a tiéd. Arra beszélünk most, hogy az új szövetségben, a nagykorúságban nem úgy vezet az Úr, ahogy te azt gondoltad eddig. Arról vezet az Úr, hogy ahogy az Édenkertben az összes fáról szabadon ehettek, kivéve egy határ volt, mert onnan minden más bukott, a jó és rossz tudásnak a fája. Tudjad nagyon okosan, mi a jó és mi a rossz. Itt mi történik? Meg volt mondva, ígéretem van számodra. Óriási, rengeteg, sok ígéret, nem csak a tiéd, a fiaid, az örök, mindenki. Menj, lakd be, éld meg, tedd a magadévá, járjál benne. És ezt csinálja az ember, és mindjárt alkalom, amikor megáll, halleluja,
és még Egyiptomba is lemegy. És ott is visszajön, és ott is gazdagodik. Az asszony révén, a hazugságok révén, a sunyítások révén nem létezik, hogy minden a javára van annak, aki az Urat szereti. Nem létezik, de létezik. Te itt nyavajogsz, hogy ó, hát de most körbenézek, és tudod mit? Ez a javamra van. És neked is ezzel a hittel vagy. Minden értem van. Minden a miénk, hogy a kegyelem sokasodjon. És egyre, nem a kegyelem és valami más, csak a kegyelem sokasodjon. És egyre többen adjanak hálát az Istennek. Nagyon gyorsan, mert ezt már vettük. 26. Egyszer éhínség volt az országban, azután az éhínség igen kívül, amely Abrám idejében volt. Ekkor elment Izsák Abimelekhez, a filiszteusok királyához, Gérárba. És szinte leköveti a sztorit. Feleség, nem feleség, testvér, nem testvér. De éhínség Abrám idejében, éhínség itt. Éhínség van most a világban. De teljesen más a vezetettsége a nagykorúnak, a kegyelem emberének, az ígéretek embereinek, mint mindenki másnak. Éhínség volt, minden rendben van, de Izsák azután vetett azon a földön, és százszorosat aratott. Ott, akkor. Szólt neki az Úr? Szólt. Azt mondta, ne menj Egyiptomba, hanem abba az országba lakja, amelyet én mondok neked. Kirakott egy pálcát, kirakott egy sarokpontot. Az Úr mindig kirak egy sarokpontot. Megvan? Ez én ember kirakta, ne egyél erről. Ábrának azt mondta, menj el innen. Izsáknak azt mondja, maradj itt. És onnantól kezdve nem szól. Mert hogy, nem olvasom fel, mert pár hete olvastuk, csak elmondom. Akkor százszorosat arat, nem szólt neki az Úr, hogy most nagyon aratni kell, maradj itt. Hát arassak, ne arassak, szabadon. De utána kiásta Ábrahámnak a kutyait, és vizet talált, perlekedtek vele. Kiásta a következőt, megint perlekedtek vele. Aztán 19, 20-19, Izsák szolgálja a völgyben ástak, és ott olyan kutat találtak, amelyben forrás víz volt. Igen, ez volt ugye az egyik után a másik, és a 22-ben onnan is tovább vonult. Egyszer sincs leírva, hogy ne bántson olyan az önérzetedet, hogy az Úr mondta, hogy menj tovább. Veszek egy, ne veszek egy. Ha akart volna, veszekedett volna. Nem akart veszekedni. Mit akart? Tovább menni. És eljutott oda, ez nagyon fontos, 26-22-ben, onnan is tovább vonult két veszekedés után, és egy olyan kutatásot, amelyet miatt már nem perlekedtek vele a gérári pásztorok, és ezt mondta, Rehobótnak nevezem el, mert ezt mondta, most már tágas helyet szerzett nekünk az Úr, és szaporodhatunk ezen a földön. Mi történik itt? Ennek az embernek identitása van. Az vezeti. Tudja, hogy az örökös mindennek. Minden ígéret, amit Ábrahám kapott, az a tiéd. Ahogy az Izsáké volt. Tudta. Nem volt kérdés. Hibázott? A felesége? Mondjuk az hibázott. Bántja az igazságérzetünket. Jól teszi, hogy bántja. De nem ezen múlott. Se a százszoros aratás, se az, hogy mikor eljut oda ez az ember a harmadik megállóhoz, hogy azt mondja, hogy nem jó, ezek mindig itt vannak a nyomomban. Bármi történik, kutatások egyből itt vannak és perlekednek. Olyan hely kell, ahol senki nincs. Ahol senki nincs a közelbe. Önök, tudunk egy ilyen helyet? Ott a puszta. Az ígéret földjén van? Igen, akkor jó lesz. Ha az ígéret földjén van, akkor jó lesz. És oda ment, és ott már nem volt senki. De lerakta az ásóját, és vizet talált. Azt mondta, hú, itt tágas terünk van, hogy szaporodjunk és sokasodjunk. És ezután folytatódik, múltkor elmondtam,
5 ilyen kutat találna. Már nem is keresik, már csak eldobja az ásót. A nap munkanap végén újabb kút. Mert akinek van, még adatik is, bővölködni fog. Ez a Biblia. Ez történik itt. Már nem volt szüksége a negyedikre, meg az ötödik kútra. Már a negyedik, már a harmadik kút után jöttek békülni a Gálátpászra. Láttuk, hogy te túl áldott vagy. Látjuk rajtad, hogy az Úr túlságosan veled van, úgyhogy inkább kössünk békét, szent a béke. Nem. És jönnek a pásztorai Izsáknak, és azt mondja, kutat találtunk, negyedik. És utána az ötödik már csak eldobja az ásót. Ez az én fordításom. És megint víz fakad, hogy 5 legyen az 5. Nem 3, nem 7, nem 2, nem 8. Hanem 5. Mert Isten kegyelme a... Fellélegezhetsz. Ez van veled. Az Istennek a fellélegző, megszabadító jelenléte. De, ami a szempontból megnéztük megint. Szól neki az Úr, hova menjen, hova ásol, mit csináljon? Kézi vezérli? Nem. Megáldja! Minden egyes helyzetben megáldja. Még akkor is, mikor már nem keresi. Még akkor is, mikor már nem ez a cél, hogy áldott legyen. Még akkor is még adatik neki. Igen. Igen. Van egy törvény bárhol ebbe a három történetben. Édenkert, Ábrahám jövésmenése, Izsák jövésmenése. Nincs. Milyen érdekes. Szól az Úr. Szól az Úr? Szól. Hát persze, hogy talán miért az Úr szól. Kapcsolatban vagytok. Szól neked is az Úr. Neked is, neked is, nekem is. Elég sokat szólt. Megvan? Használd. Forgasd. Fogd. Le vannak verve azok az irányelvek, azok a cölöpök, amin körül helyezkedik el az ígéret földje. Az egyik határ az Egyiptom. Oda ne menjél. Ne legyél világi. A másik határ a Jordánon túli terület. Ne akarj kavarni a van ilyen három, azt nem jól emlékszem, három törzs, aki a Jordán másik oldalán telepedett le. Nem lépett be az ígéret földjére. Vannak ilyen gyülekezetek, ilyen testvérek, akik nagyon jól megvannak a Jordán másik oldalán. Az a probléma, hogy nem az ígéret földje. Szól az Úr, azt mondja, Zsoltárok 119.105, lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Ezt mondja az ígéret földjéről. Mindenre, amire ráteszitek a lábatokat, a tietek lesz. Ábrahám erről szólt. Ő jött, ment, jött, ment, jött, ment. És mindig bejárta, és mindent, amilyen rátette a lábát, az az övé. Minden, amilyen ráteszed a szádat, a szívedet, az a tied. Lámpám előtt világossága te igéd. Jézus Krisztusról és a megváltásról szóló üzenet, az a lámpás, ami a lábunkat megvilágítja. Ez nem egy ilyen szabálygyűjtemény, hanem ez egy életmód. Identitás. Azt tudod, ki vagy. Tudod, hogy mi a megváltás. És vannak határok. Például Galata 5.19 azt mondja, a test cselekedetei nyilvánvalóak. Nyilvánvaló. Ha valamiről nyilvánvalóan tudod, hogy nem oké, ne tedd oda a lábadat. Amiről nem tudod nyilvánvalóan, hogy nem oké, kérdezd meg engem. Mondjuk. És meg fogjuk nézni, a nyilvánvalóan nem oké, vagy nem nyilvánvalóan nem oké. És ha nem nyilvánvalóan nem oké, akkor azt mondom, szabadon ehetsz. Ha szabadon akarsz arról enni. Mert minden a tied. Amen. A test cselekedetei nyilvánvalóak. Nagyon erős szó. Van egy lista, van egy pár dolog. Erről a fáról ne egyél. Ne maradj Ur-Kasdínban, ne menj Egyiptomban. Nyilvánvaló üzenet volt? Nyilvánvaló üzenet volt? És nem is mindig erkölcsi szempontból volt ez üzenet, ugye? De ez egy másik prédikáció lenne.
Nyilvánvaló üzenet. Nekünk is van egy nyilvánvaló üzenetünk. Minden, ami nem Jézus Krisztuson keresztül nézi, és az új emberen keresztül, aki te vagy, az no-go zone, hogy így mondjam. Nem oda, az nem neked való terület. Mert te Krisztusban vagy. Minden a tied, te pedig Krisztusi vagy. Krisztus pedig isteni. Ezért, ha valaki Krisztusban van, minden, ami régi volt, elmúlt. És új teremtés lett. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Mindenem a tied. De innen indultunk ki. Tékozló fiú elmegy, visszajön, az apa ott van, és ott van vele a házban egy másik tesó. Az egyházban vannak ilyen tesók. Te ne legyél ilyen tesó, aki itt vagy az egyházban. Aki akar rosszat gondolod a másikról. Vupan ez a nőkkel tékozott el, meg minden. Szó nem volt a történetben eddig erről. Ez a passzus, hogy a fiatal fiú parázna nőkkel tékozolta el a vagyont, az az idős testvérnek a verziója olyan dologról, amire a Biblia nem tudósít. Ez persze nem zárja ki, hogy ez nem történt meg, de ez az ő verziója. Miért? Az jön az ő szívéből. Ó, ha én tettem volna rá a kezemet arra az örökségre. Ó, ha én mehettem volna oda, na akkor én ezt csináltam volna. De én még ahhoz is kevés, gyáva, nem tudom mi voltam, hogy ezt megjátszam. Pedig a szívemben igazából teljesen mindegy, hogy megjátszottam-e vagy nem, mert érdekel is engem az öreg fater. Mert egy kecske gidát sem kaptam, hogy a barátaimmal bulizzak. Azt mondja neki az apa. Ezt mondja neked? Fiam. De mindig velem vagy. Ez az új szövetség. De mindig velem vagy. Ha itt vagy, ha otthon vagy, ha a munkahelyedre mész, ha a hentesnél állsz, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Mindenem a tied. Ne legyél frusztrált, kiégett, idősebb, 30 éve az Úrban vagyok. Az egész egyház történet erről szól. Hát nehogy már én ezt ne így gondoljam. Mindenem a tied. Mindig velem vagy. De a legelső az, hogy fiam. Mert Isten Krisztusban lát téged. De hol látod magad? Ha Krisztusban látod magad, akkor kiléptél a kiskorúságból. Akkor ne a kézi vezérlést várd, akkor minden a tied. Ami nem nyilvánvalóan rossz. Ami nem nyilvánvalóan a testtől van, az minden a tied. És minden a javára van annak, aki szereti az Urat. És minden érted van, ami nem nyilvánvalóan rossz, még az is lehet. De ne menjünk ennyire extrém kegyelembe. Mert arra van az az ige, hogy hogyan mehetnénk abba, amikor már meghaltunk annak? De igazából az ige teljessége azt mondja, de ahol a bűn megsokasodott, ott az Isten kegyelme még bőségesebben kiárad. Még bőségesebben kiárad. Ez egy hit. Igazából mondhatnám úgy is, hogy ha nem nyilvánvaló dolgokat választasz, nem tudsz rosszul választani. Nem tudsz rosszul választani. Minden, amivel ráteszed a lábadat, az a tied. Minden, amivel belekezdesz, az a tied. Lehet, hogy fokozatosan űzi ki előled az Úr a vadakat,
hogy el ne szaporodjanak, és lépésről lépésre veszed birtokba az ígéret földjét. De minden a tied. Lehet, hogy érni kell még, lehet, hogy kicsit újulni kell a gondolkodásom, és ezek a körök is hozzá fognak segíteni téged. De az Úr szeret. Vannak nyilvánvaló dolgok, amik szólni is fog. Ne, oda ne, ezt ne, Egyiptomban ne, vagy nem maradj Ur-Kasdínban. Vagy a jó és rossz, ez egy nagyon egyértelmű dolog. A jó és rossz tudás erről ne egyél. Jó eszel, meghalsz. Örökérvényű igazság. Ahogy egy másik, hogy szüntelenül az élet fájáról egyél, ami az Úr Jézus teste és vére. Mert akkor maradsz ő benne. Valahányszor eszitek az Úr testét, és iszátok az ő vérét. Az ő halálát hirdesétek, amíg eljön. De már meghalt. Mi az, hogy amíg eljön? Pont ez a lényeg, hogy nem csak, hogy meghalt, hanem feltámadt, és eljön. És hogyha az ő halálában van, ő feltámad, abban van a te feltámadásod, abban van a te megújulásod, abban van a te új életed is. Mindenem a tiéd. Éljél. Választ az életed. Választ az életed. Választ a jót. És ne kérdezgess, Uram, merre? Az identitásod nagyon-nagyon az egyik legfontosabb vezetője lesz. Fiam, nem tudsz hibázni. Itt vagyok és fogom azt, amikor tanulsz biciklizni. Itt vagyok és fogom azt a seprűnyelet. Nem tudsz hibázni, mert ha hibázol is, elkaplak. De mondom, hogy most nem arra megyünk, hanem erre. De most rakd a pedálra a lábadat, most nézz előre. Ha így nézel, biztos nem lesz jó. Tanulunk biciklizni. Mert nem én, mert már megtanultam egy ideje. Ne a pedál, nézd! Előre nézd! Mert mindazt, amit látsz, azt birtokba is fogod venni egyre inkább, egyre jobban. Már akkor is, mikor nem fogom a seprűnyelet, már akkor is, ami előtted van, te azt birtokba fogod venni. Erre hív téged az Úr, és hogyha ez a szívedben benne van, akkor mondd velem együtt ezt az imád. Drága Jézus, köszönöm a te éltető leheletedet, hogy életre hívtál, életre szólítottál. És nem csak kiskorúságra, hanem a beléd vetett hit által. Nagykorú lehetek. Ezért félreteszem a korlátokat, a gyámokat, a bezártságot, a kézi vezérlést. És elfogadom, hogy minden az enyém. Minden, ami az én mennyei apukámé. Ami a Golgotai kereszten örökségként hátra lett nekem hagyva, az az enyém. És én kegyelem által művelem, gondozom és gyarapítom az örökségemet. Amen. Halleluja.